Sziasztok! Következő kóstolós videóban egy Nescafé Dolce Gusto Flat White kávét fogom megkóstolni. Hát ez elvileg 180 ml-es. Ez nem tudom, ez most az erősségét jelenti, vagy a mennyiségét. Nézzük meg, mit ír róla. Hát én magyarul nem látok semmit. Azt tudom, hogy 219 kalória. Szóval nem egy fogyókúrás cucc. Hát most nem tudom már, hogy milyen összetevők vannak benne, aki akarja, az itt megállítja. De most nem is ez a lényeg a videónak, hanem hogy milyen ízű, azt akarom majd prezentálni. Arabika és Robusta kávéból készült. Nutri-Score az D. 16 kapszula van benne. Végül is ennyi van a dobozon, 1800 forint körül van, 1900 jelen pillanatban. De hát ugye olyan jó a forint, hogy ez mindig változik, szóval csináljunk egyet is, akkor jövök vissza. Na szóval öntsünk bele először is vizet. Hát mehet bele bőven. Szóval öntünk bele vizet. Majdnem sikerült mellé öntenem. Utána dugjuk is be. Na, jó. Rakjuk rá azért a tetejét, a biztonság kedvéért. Nagy itt balesetek érjenek. Kivesszük a régi tartót, vagy a régi tartót, kapszula tartót. Hoppá. Jaj, azt hittem az ott kossz a tetején, azt a Nescafé logó van ott. Megvárjuk, amíg villog ez a piros. Ja, közben rakom bele édesítőt, hozok mindjárt. Nyomtam bele kettőt, mindig elfelejtem, hogy nincsen benne cukor. Jó, már zöldre is váltott a lámpa. És akkor 1,8-ig engedjük kb. Ilyen a színe, az állag az habos. És akkor utána meg megkóstolom, hogy milyen ízű lett. Ezt két ilyen édesítővel csinálom. Forrón, lehet hidegen is. Jó, ennyi volt. És akkor jövök vissza mindjárt, amíg kihűl, mert ez olyan forró, hogy ez ihatatlan. Na szóval kész lett, kóstoljuk is meg. Az a baj, hogy annyira forró. Ó, nagyon finom. Gyerekek, ezt bátran ajánlom mindenkinek. Ez a flat white, ez nagyon jó. Ezt nyugodtan vegyétek, mert ez nagyon finom. Van teljes kávé feelingje van. Na jó, ha tetszenek a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és ömmel egy lájkot, sziasztok!